A következő hetekben valamennyi Üllői utca új kivitelezésű névtáblát kap. A táblák legyártása és kihelyezése bruttó 3 millió forintos költséggel jár. Nagyon sok utcán hiányoztak az utcanévtáblák Üllőn, ezért a képviselőtestületnek a döntése alapján nem csak a hiányzókat, hanem az összeset egységesre is újra cseréljük, ami természetesen tartalmazni fogja Üllőváros címerét és az aktuális utcának az elnevezését is. Mennyi utcanévtábláról beszélünk, és ez mennyi pénzébe került a városnak? Hát ez olyan 2900 nagyságrendben a pótlásokkal együtt. Amennyi utcanévtábláról beszélünk, ez durván 3 millió forintos bruttó költséggel jár városnak, ami teljes mértékben önerős finanszírozású. Van-e tennivalójuk a üllői lakosoknak? Elkezdtük terjeszteni mindenkinek a postaládájába azt a szórólapot, ami egyrészt jelzi a munkálatoknak az elindítását, másrészt pedig szeretnénk kérni az üllői azon lakosoknak a segítő hozzájárulását az utcanévtábla cseréhez, ahol például a sarkokon vagy utcafronton helyezkedik el az épületük, a lakóházuk, és sajnos ott muszáj az épületnek a falára felszerelnünk ezt. Itt biztos, hogy együttműködésre, engedélyre, támogatásra lesz szükség. Ezt a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. Saját embereivel, saját erőforrásaival kicsit több, mint egy hónapos munkával fogja tudni az összes táblát kihelyezni Üllőn. És ha már tábláról beszélünk, ez nem mindennapos tábla, nekem nagyon tetszik, hiszen rajta szerepel Üllőváros címere is. Igen, hát ha csináljuk, akkor már stílusosan csináljuk, azt gondolom. Meddig tart a munka? Mikor ér véget az utcanévtáblák cseréje? Hát ez a terv szerint egy kicsit több, mint egy hónapos munka. Eléggé sok szerelési munkát igényel, és azért létszámban nem vagyunk annyira jól elengedve. Ezt kettő ember fogja folyamatosan végezni. Hát akkor idén befejeződik? Hát egy bő hónap, igen, terveink szerint. William.